De megjön a kezed. Még egy sört! Lassabban tekered. Ezentél nincs a csávó. Ugyan a keze a vizével, a bovin, hogy ezt látod, csak így néznek. Ez egy parasut edemsz. Tényleg megkötünk az egy-két perc. Ja, 60 másodperc volt, tényleg hajszára, izé. Mondom, ez hülye. De ha most leállsz és gyakorlod, és kötöd a 450-et, azért lehet. Hamar megvannak ám. Hagyjuk itt, levitesz, hogy megnézzük félre. És mire kötöd ilyen korda bojlis korogra, vagy mi? Igen. Korda bojlis. Ez egy kedves megjegyzés. Örökasztó. Na most azért fogsz kapni. Megrúgtátok a kamerát. Hogy fogjátok nyomni? Látszik, nagy szőrös állat. Igen? Bizony. Innentől kezdve nincs semmi, mellé beszélni. Ja, értem, mire akarsz képkodni. Még van mögött, tehát két sekete látszik. És akkor nagy. Hát, kicsit hosszabb. A partra dobálunk. Partra fogjuk? Igen, és jön tévégére nézni. 50-100 méter, és aztán meg 15 méter. Igen, a fontot erősödött. De észre lettem ott a szóval törés, utána nyílt vízbár oda rakult ilyen. Gyalúra pakolod, direkt? Tehát én mindig ott láttam, és sosem ott a fölőben, csak hogy nézni azt. Nem csak lesen behozik, ez amikor jajba jön, akkor egyszerű, a nagyok azok maguknak vannak, és amikor beszoktak állni. A fehér az ebből lett széthúzva. Igen. Hát, aki, aha, igen, három. Jó, hogy szívhatod. Igen, három szál van, és akkor oké. Milyen egyeket mondom? Lehet már kapni ezt a csövet, amit így átdugsz, és abból ilyen hosszút köt, és erős vagy róla, és egy ilyen sinó maradó farokkal. Ja, az egy csőrös csukor így. Nem, de azt éppen érvalaki. De nem azt mondom, hogy úgy néz ki, mint a csőrös. Igen, az a négyrőfés, az a tűvalad a nagy kockázat. Hát erre lehetne kérdés, hogy tulajdonképpen akkor 20 páros zsinórevény. Nem, nem. Tehát a tegyőröztet az, amire én mondtam, az dárgy. Fordítva szoktintek el. Most ez jutott nekem, most ez hülye kérdés, ez a, hogy a, milyen kezes az ember? Azért, nem. Vagy ez csak kezes? Ezt így kötik? Angolul van. Nem. Kötött érmával ellentétesen? Igen. Nem a célérna miatt kötöm ellentétesen. A drót miatt. Ja, hogy fedésben legyen. Hogy, mert a drótnak nekem semmi más jelentősége nincsen. Csak annyi, hogy fogja a testanyagot rendesen. Aha. Nem a csili-vili miatt? Nem. Biztán kórgászaton kívül, ahol mondjuk szét tudja rágni a legyet a többi halnál, ennek van jelentősége. Hát lehet, hogy neki vágod valaminek például a legyet. Hát ez olyan drót, a Venier mondjuk írja is, hogy vékony, egy az, hogy nem oxidálódik. Nekem ez az első olyan drót, ami, meg a Juninek a drótja, ami nem oxidálódik. És olyanokat kapott neki, ütöttem köveknek, hogy elgörbült félbe ide-oda, és semmi baj nem volt vele. Az elég a fenébe. Kicsit vagyunk, mert a kamerában a streamben sokba fejtsen. Direkt vakszoltad be az izét, ezt a... Azt mindig be. Hát ez nem vakszolt cérna, aztán azért beszoktam mindig. Visszaszok, hogy mondja az elnyő, ezeket a kis hasznokat, ezekre meg nem csak tudja, mert tudja, ez nem bennem, egy külön szép oldom, és akkor beszélgetek. Ez egy csomó. Ezt addig húzod, még vége lesz a gerincnek. Uh-huh. Szépen. Hát azt érezni, hogy kicsit könnyebben jön már akkor. Most már csak a... És a hossza általában a Horokhegyéig? Hát úgy addig nagyjából.
Arra gondoltam, hogy viszek helyen, hogy én tudszom csinálni, hogy nem megpróbálok, hogyha éppen elvégy, hogy meg rohadsz, hogyha nem lesz nálad az az anyag, amit nem vittél el. És amikor oda kell menni, hétfélyen az felmegyek ki a nyújtásából. És meg kéne valaki a beszélni, de meg az elén, mert szerintem, ha bejön, akkor kétszer kérem. Ez mit lesz? A csukástól valahoz teljesen maradt egy dolgokat. Pénteken mellett úgy megyek. Láttátok ez a szabóra, hogy szénnél fogta volna? Nem, nem, nem. Hol csak meg azt a csukát, láttad a meg? Szücsibe. Az még azért megy ez a téma. Uh-huh. Igen? Most rakta abból, nem lehet egy csukát kapni. Nem lehet csukát kapni sehol. Most tudott venni, ma rakták valamit. És hát addigra bele is fagy a... Állítólag nem, mert ugye elég negyed tudom. Mi is csak vizet tudtunk, sülőt tudtunk most telepíteni. Mi is kaptunk érdekes módon csukát. 1800 forint. A csukának? A sülő olcsó. De az az ivadék, nem az? Nem, előnevelt az már. Nem, ez 80 cent és 3 kiló között. 80 cent, 80 deka és 3 kiló. Ennyi idő elég lett rá? Ez így jó? Uh-huh. Ennyi a légyokkózás. Ennyi. Hát azt nem teszek most már. Ennyi. Hihetetlen, hogy mennyire lehet vele. Csak nagyon sajnos nagyon nem bírja az iramot, és kicsúszik a szár. Mennyi ideig kötöttem? Jó, hát ez egy presentation, ez egy kötés volt, tehát... Na most mi van?